Ceruzák, füzetek, iskolatáskák, roskadozó polcok a papírírú szerekben. A nagyobb üzletek már hónapokkal a szezon előtt beszerzik az ilyenkor keresett termékeket. Táskákból például iskolakezdés előtt a készlet 90%-át vásárolják meg. Még időben vannak a szülők, aki teheti, a gyereket is bevonja a választásba. Megveszünk mindent, táskát, füzetet, toltartót. És miért szeretnél, milyen táskát vagy toltartót? Versenyautósat. Újdonságok is akadnak. Ez a ceruza például magából a színezőanyagból készült. Nem kopik és nem kell hegyezni. Kapni mindent is lehet, a szakemberek szerint azonban a tanszervásárlást érdemes a szezonra időzíteni. Én azt szoktam erre mondani, hogy az írószeresek rosszul vannak összerakva, mert a turizmusban, amikor szezon van, akkor felmennek az árak. Nálunk, amikor szezon van, lemennek az árak. Hát ez így alakult ki az évek hosszú során. És most is így van, hogy ugye a gyártók ilyenkor szeretnék a saját termékeket eladni, ezért kedvezményeket adnak, olcsóban adják a termékeket, többet vásárolunk olyankor belőle, és ez ugye továbbadásra kerül a vásárlók fele. Tehát ezért van az, hogy az iskola szezonban olcsóbban lehet megvenni a terméket, mint majd az iskola szezon után. Az árak persze nem mellékesek. A kereskedők szerint a tavalyi árrobbanás után idén nincs jelentős drágulás, sőt, akad olyan termék, ami olcsóbb az előző évihez képest. Az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével viszont az irodai papírokat jelentős hulladékkezelési díj sújtja, ami az iskolai füzeteknél és más papírtermékeknél is kismértékben ugyan, de megjelenik. A minőségibb, tartósabb termékekért azonban a kasszánál is többet kell fizetni. Most kicsit megünk lőve, ugye a kicsi fiam elsős, ő pedig harmadikos, és hát most 3 éve kezdtünk vásárolni először a kicsinek, vagyis a nagynak, akkor sokkal olcsóbb volt minden. Hát most a 2 gyereknek megvettem a ceruzákat, mindent, tollakat, füzeteket, csak 50 000 volt, és most megint vettünk még pluszba a tornazsákot, tolltartókat, az megint 50 000 forint, és még ruha nincs, szóval elég sok lesz. A szezon elkezdődött, a kereskedők akcióznak, a nagyobb dömping azonban még csak most indul. Sokan kivárnak, de olyan is van, aki a drágább termékeket már korábban beszerezte. Többféle vásárló van. Az egyik a beosztó típus, aki azt mondja, hogy júliusban már az óvodáskorú gyereknek megveszem a táskát, vagy esetlegesen a nagyszülő, mint ajándékban, óvodai ballagásban ezt megteheti. Van a másik típus, aki azt mondja, hogy várjuk meg, hogy esetleg kapunk-e támogatást munkahelyről bárhonnan. Ezek nagy általánosságában augusztus 20-a környékén derülnek ki. A dömping nálunk 20-a után és szeptember 1-e közé tehető. Aztán beszéljünk a középiskolásokról, felsőoktatási intézményekről, ahol alapvetően nem ez az elsődleges prioritás, hogy most rohanjunk a papírboltba. Ők várnak majd szeptemberben, amikor elment a nagy könyöklés és sorbanállás, ők akkor megjelennek és vásárolják a minőségi írószereiket, amit ők szeretnek használni. Az önkormányzatok és a munkáltatók saját hatáskörben adhatnak támogatást a szülőknek az iskola kezdéshez, ezért még időben érdemes tájékozódni ezekről a lehetőségekről.